nem érdekli közben hátul, Oscarin által alakulva, de nem csinál azon kívül semmit, hogy meghal. Egy Nexus torony dől, Cersei ki, majd be. Jön a Gnarulti, elfelelők mindenkit, senki sem stunol. Ez a torony mentésre ment volna, de ez késő bánat. Az Excel megette, ezt megette. Nagyon durván megette az Excel, sikerült nekik visszavágni, úgymond a legutóbbi találkozásuk után, és hát megkezdték. Zerus tánca még hátul, egy helyben áll nyúk, a Gnarulti pedig még aranyember. De aztán pedig halott ember, és így innentek az Exxonnak egy kilka semmi pluszban. Három időtön menekülik észre a BDS. G, Sio megpróbálta egy kis csapdázásra, hátha. Ez mit ad a jó Isten? Certus beül a nyakába. Az konkrétan hogy... úgy felrobban, mint a húzat. Eden még benne a torony alatt, még valamint lefelé magát. Márkur jön még be, Eden pedig még használják, ki jön Márkur aranyember. Eden pedig szintén összeesik. Egy kristály tiszta állsz a végére, Sio meglepetés popon. Azért rezgett a deszka. Idészen pedig húk, egyik húk a másik után megy bele Minionba, meg Toronyba, semmi nem talál. A képernyőn szétesik az Aurelion ultitól, hát van, haló. Idészen, hogy a meghal, a torony még nem dől be, de óriási a terror most itt igazából a pályán egész évben, amit a Mad Lions-on helyezne a Vitality. És be fog dőlni az inhibitor idő felső és fény tornya, meg lassan be fog dőlni igazából az Nexusnak az utolsó tornya is igazából, és így nem marad semmi más sem. A Mad Lions-ek ahhoz, hogy túlélje a mérkőzést, és azt kell mondani, hogy Laurina szólal, Perks lehányta a mérkőzést, meg felrobbantott az univerzumot, meg bolygót robbantott, meg hasadtak ketté, ahogy kárezés most igazából itt még. Azt nézd. Nincs rá, az a fekete lik, nézd meg, húzza befele folyzni eljöját, nem tud mozogni. Kijön még ugye Kaiser eljön, szeretne egy jót rúgni, de hogyan? Milyen körülmények, már a tornyot is megölik amúgy közben a Lee Sin, meg mindenki mást is. Tehát már nem csak egy ausol a probléma, réges régóta. Nem ütik a Nexus. Húzás, jó, beviszik a Darius-t, az Obeliszkre, oké, zsír. De a torony, a Nexus, 23, ez egy stomp. Nagyon megy ez az ostrom. Amíg lidernek van manáján, lesz benne küpésítőség a hátsó sorban, akkor ugye Rise-ból 100 000, rengeteg sebb is eszik meg már, nem végül be, a pók le, aztán fel, vagy fel, aztán le, majd végül flash-sel, beragad hátul végül is egy líder. Jó a húrgász ott is, és jön Finn bezárni a menekülő útvonalakat, és nagyot játszik most Shigenda, de többeket már nem meg felrobbant, ahogy igazabb a Shigenda szintén, hopp ugyanúgy, ennek itt a vége. Ez baranna sorra, ez be fogja tolni az asztalt. Igen. 4-0-ás csere, úgyhogy majdnem 100 000-ra meghalt, majdnem líder meghalt, majdnem meghalt igazából Nautilus, aztán végül senki sem halt meg. Rise ulti, megint, menjünk, mit totajázzunk? Olyan szinten körbe Rise ultiz autózza magát itt igazából az Astralis ebbe a gameboy, ez mindent hittem, csak ezt nem. És jön Hanszama, ha már gyilkos el, akkor a feladat ki van adva. Evi egy helyben áll még Hanszama, konkrétan arccal tankolja még le, és bedurran Caps két ember közé. Kettős gyilkosság Hanszamánál, megjöttek a milliók, ugye felrabban Miki, Rubi menekül, Hanszama hármas gyilkosság. Lassan Pentát csináltam, hogy Hanszama megvan, megvan a kvartal közben, és megvan a Penta, megvan a Penta. Megvan. Milyen játék le alakulna ott ki igazából, tanálkoztak már Caps, hogy durran, Rubi egy helyben áll, vérívó ide vagy oda, hát ez jó év. Tehát a Rubinak jelenleg ez a meccs, ez azt hiszem 0-5-ös hatalmas pályafutás volt sajnos. Neki felre van még ugye hátul jelenkozik, és robbanik a hordó után. Konkrétan a két torony alatt szórakozik a G2 a Team Heretics testével, játékával, amit akar, dől a Nexus torony, Hanszal pedig már ő az új adóellenőr, kapuadó, kis engedtség az Obelisk alól, konkrétan körbeállják, körbetáncok, és bemegyek az Obelisk alá, mehet, persze, nem, be is kéne fejezni a meccset azért, hát mindenki az, nem mehet be. De 23 perc alatt végül csak ez a leggyorsabb mérkőzés a nap végére. Nem, aztán egyébként szerintem... a húg sem rossz. Csak később sem vizés, holban okay. A megerulti, és csak a Victor ulti! Mekkorát a pancerivel együtt! Eden stopper órája megtartott őket, és jön a Seju! Hello, Hillisang, vannak-e társaid? Hát ő chase-i meg a jöjjön? Nem. És most már minden lénen kettő lesz, jó az ulti, egészen szépen hukkolták be, sehol nagyon-nagyon kapja a sebzést, viszont még éppenséget túlélheti, nem úgy, mint Hillisang, akit szólóban ölt meg Viktor gyakorlatilag, egy toronynak annyi, mennek tovább, Kárzi nem bírja a Viktor ultit sem túlélni, Ejoja is adhatja a fogát, Crowny egyenesen ráfordul ki, miközben egyedül megy be Chase-i 1v5-ben, majd pedig riposztol, és Eden vágja ketté, végül Crowny kapja a gyilkosságot, a Mad Lions is ott folytatja, ahol tegnap abba hagyta, a BDS pedig kérdés nélkül verte el a medet. Viszont támadás érkezik Kaiser Pöpöks nagyon jó helyen. Fölfele menekül az Excel, viszont ezt az Engine ultit nem élik túl. Tölszi most fordul Pöö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 ö
talán távozni fog az élők sorából, ahogy Odoanne, majd pedig valahol csatlakozott Patrik is ehhez, Limit pedig utolsó mohikánként hullik el. Valahol az Excel szép lassításának mégiscsak az lett a vége, hogy brutálisan kikapnak a Vájtőjtitől, és legalább nem 25 perc. Érzésem szerint ez csak annak a baronnak köszönhető, amit elhoztak. Mindent is kitankol Bó, átjön az egész csapat, jönnek a minionok, a Vitality, a Vitality. Nagyon szép magabiztossággal elverik az Excel-t. Ahol viszont úgy tűnik, hogy lehet, hogy mégiscsak a falat volt egy túl könnyű falat, és nem az Excel javult túl sokat. 2-0, Vitality. Humanoid kiment egyedül Irrevát, és ellökte a csapata felé, míg az egész maradék négy ember elindult az eszki másik felére, tehát annyira nem volt szinkron itt a Fnatic csapat harcába, hogy ez teljes mértékben a mérkőzésükbe került. Nagyon türelem játék, úristen, még én is érzem a gyomromban, hogy... Várod a flash ultit Malphite-tól, amúgy nagyon durva. Ott nézd azt a pozíciót, tényleg a Xayah ulti próbálja kiszedni, arra megy ki játék, hogy Kobe-nak ne legyen ultia, és erre megy minden. Mellé megy Jokun, viszont Yike-ra érkezik oldalról Lider, knock-up Lider-le, Caps nem nyomásra, egy jó Leona ulti, Miki óriási, és szörnyek hal, lehet még fordulni, Hansa már Jokun, Broken Blade-nek fogy a HP-ja, Caps nagyon kevés HP-ja van Yike, és meg lehetett ölni még Broken Blade-et is, és megcsinálja az Astralis! Nem hiszem el! Elverték a G2-t ebben a fájban, és az és egész meccsen is! Jankosztal, igen. Jankos, oké. Akkor Komnak meg korábban lesz. De a bázis, ahogy mondod, Evi hazament. Nem Ruby, hanem Evi. Tehát 4v4 a fájt. És lesz Larsen ulti. Csugenda pedig éppenséggel meghalt valahogyan. Evi, és egy teleport, finish, jön egy finish. Teleport a háttérben. Bement Larsen. Nézzük, van Evi érdele. Mi van a bázison? Mi van a bázison? Már ránk HP-ja fogy. Miért nem lett bázis? És ott van Larsen. Evi nem tudja megállítani. Larsen be fogja endelni. Mekkora finish, atyaisten! Jézusom! Na tényleg ez lett a hét meccse! Atyag világ! Dosz pedig támad! Három emberes felütés! Pány pukka! Melgar pukka! Vaj pukka! 12-04-es Markun! Lesz pedig, van egy finnű még, aki most jön majd topról vissza, hogy jaj, betegedetlen a megcsúsztak, jövök vissza srácok! Valahogy defelni kell, de baronnasan nem is kéne defelni, valami módon jöhetnék vissza, itt a líderre szintén. És a Markun egy legelől áll az egész testével víd, az egész, nem biztos, hogy bemegy igazából itt az eszkérre, az Astralis, de bemegy, Leader Puck, Finn pedig még állítvessége hurrázban jön, majd Pike is, nagyon veszélyes húzás nem talál, megszoktor, hogy dől, és ez pedig a meccs vége, ugyanis Leader fél perc, és Kobe 10 szeg, és Kobe-ban van a legtöbb erő most, mert más lövész idézőjelben nincsen, teamfight-ban nincs Aphelios. Nem tud mit csinálni, és el is kell flash-en egy... De a száján elő a Jack Spectrum. Nézd meg, az Eden. Az Eden a 142 havas szájannal, egy hétbe. Amit kell, megcsinálja a végére. Még Evi sajnos nem tud annyi dimcset hordozni. Dőle Nexus arany, jön Jack Spectrum, már fél HP. Itt van Mercer, mellé a Hulk közben. Jön New, van sebzés, vagy a Lavrov. Ott még jó még a Hulk lesz szépességgel. Jack Spectrum még táncol, dől még egy Nexus arany, de nem számít. Ez a Nexus, dől. Chase megint bemegy, kompot elflash-elteti, zseniális amúgy a Xanta játék, Shigenda is meghal. Ennek pedig itt vége lesz, hölgyeim és uraim, mert nincs Nexus torony, Márang ollal táncol, komp pedig ugye hátul a helyszínt pörgeti. Jön egy humanoid a lánca, az jó, nem rossz, sebzés, az eléggé csekély ahhoz, humanoid még büntet, és hátra lépessége felrobban Oscarinél, megint csak 0-7. Megy be közben a császári balansz, három ember hasas-fasas robbanékű hordó, ez egy... Alázás, gyerek, ez nem stomp, ez a lehető legrosszabb és legcsúlyabb fogalmazás, képzeljétek el, úgy vannak összecsomagolva a Fnatic játékosai, és már Obelisk alá parkol a Vitality, ez ilyen unistart a game, srácok, üzeni így a Vitality, egy Nexus torony dől a második, nagyon szomorú meccs ez, nagyon-nagyon szomorú meccs ez, még valamennyire azon kijön nézelődni, a Nexus nem üti a Vitality, hát nem tudom, hogy hogyan kezdenék jövő héten bele, hogyha ezen a héten, hogyha Fnatic is edző lennék. Nem jó kedvűen. Nem jó kedvűen, és nem is tudom, valakire rá kell építeni, de ilyen, bocsánat a fogalmazásért, gólyapos elegében azt csinálja a Fnatic a játékban, nincsen semmilyen potenciális termék arra, hogy hol akarnak majd előnyt szerezni, nem?